Sok szeretettel köszöntöm tanévzáró istentiszteletünkön diákjainkat, családjaikat, pedagógusainkat, munkatársainkat és a jelenlévő kedves gyülekezetet. Köszöntöm Molnár Tímea igazgatónőt, dr. Farkasné Pap Ágnes és Kocsi Zsuzsanna igazgatóhelyetteseket, dr. Tapazdi Tamás urat, a Kaposvári Református Gyülekezet gondnokát és Sánta Péter lelkipásztor urat. Tanévzáró istentiszteletünk kezdetén felkérem Sánta Péter lelkipásztor urat a tanévzáró ünnepség áhítatának szolgálatára. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is az egybegyűlteket, mind magam, mind a szolgatársaim, mind a tanárikar, mind pedig az iskola diákjai nevében, az apostol szavaival is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. 89. Zsoltárunk első és hetedik versszakának eléneklésével kezdjük meg áhítatunkat, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Korintusiakhoz írt első levele harmadik részének 6-tól 9. versekig terjedő szakaszát olvasom. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyforma, és mindegyik a maga jutalmát fogja megkapni, fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Amen. Kedves testvéreim, egy iskola nem másról szól, mint a következő nemzedék, a következő generáció palántázásáról.
a jövő megalapozásáról. És növekszik maga a diák, de közben növekszik az is, aki ülteti vagy öntözi ezt a diákot. Három példát hadd hozzak most fel, igyekszem mindegyik korosztályt lefedni. Az első, ami eszembe jutott erről az ígéről, az egy gyermekrajz. Biztos vagyok benne, hogy ti kicsik már rajzoltatok házat. És hogy készül ez? Megrajzolom körbe a vonalát, rajzolok rá ablakot, tetőt, és a végén teszek rá kéményt, hogy ugye jó meleg is legyen ebben a házban. Nagyon fontos a sorrend, hogy hogy épül fel egy ilyen házikó. A másik, ami eszembe jutott, egy ellenpélda erre, a Tanú című filmben van benne, amikor nagy lendülettel építik azt a bizonyos házat, és nem gondolkoznak a munkások, se ablak, se ajtó, hanem négy nagyon-nagyon magas fal. És ennyi keletkezik a házból. Utoljára egy mezőgazdasági példa jutott az eszembe, mert hogy a mezőgazdaságban folyamatos munka árán készül el egy termés. Kell szántani, boronálni, kell vetni, kell öntözni azt a növényt, folyamatosan oda kell figyelni. Tulajdonképpen mi is növekedünk, és ennek az évnek köszönhetően is növekedtünk mindannyian. Mindannyian valamilyen képességre, valamilyen tehetségre tettünk szert. Ahogy rajzolódik az a kis házikó, egy ablak, egy kémény, egy tető, valami került a mi lelki házunkra. Biztos vagyok benne, hogy értelmes és jó szakemberek által került ez oda. És nem csak falakat húztunk, de bizony azokon vannak ablakok, vannak ajtók, amiken ki lehet nézni, amin be tudunk engedni embereket, és ki tudunk menni mi magunk a világba egyszer. És biztos vagyok benne, hogy minden fölött egy gondos gazda áll, aki nagyon odafigyelt mindenre. Rajtatok, a tanáraitok és a szüleitek fáradoznak. Egyszer pedig ti is ilyen alkotók lesztek. Emberépítőkké váltok, munkatársakká váltok az Úristennek. Sőt, már most tulajdonképpen azok vagytok. De ki a feje ennek az épülésnek, ennek a növekedésnek? Hiszem, hogy az Isten, és nem más. És melyek azok a tervek, azok a szabályok, amelyek alapján épülünk, amelyek alapján növekedünk? Hiszem, hogy ez a 10 parancsolat és a szeretet törvénye az Istennek. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat. Mi erre az alapra építjük az életünket. Hiszem, hogy erre az alapra építve múlt el ez az esztendő, és következik majd a következő. De valóban itt valamiféle váltásról van szó, és ez az utolsó gondolat, amit szeretnék a szívetekre helyezni. Mert ugyan egy tanévnek vége van, de a munkának nincs vége. Mert ez nem egy olyan munka, ami csak szeptembertől júniusig tart. Ez a növekedés, ez az alapozás, ez az építkezés, egy egész életen át folytatódó munka, és mindenki megtalálhatja benne a helyét. Az Úristen útbaigazításának hála, mindenki megtalálhatja benne a helyét. Hogyan dolgozzunk hát? Imádsággal a növekedést adó Úrhoz. Kitartással ebben a munkában, tudva, hogy a fáradozáshoz méltó lesz a jutalom. És végül büszkeséggel és elhivatottsággal, hogy nem akárkinek, de a teremtő, gondviselő Úrnak, egy kegyelmes Istennek, nem akárki, a munkatársai lehetünk ebben. Én így búcsúzom ettől az évtől. Kívánom, hogy tudjunk ilyen munkatársként elköszönni ettől az esztendőtől, és tekinteni egyből a jövendőbe. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Urunk Istenünk, mindenható, édesatyánk, a szó a hálaadásé először. Amikor fölemeljük hozzád a szívünket, akkor egy olyan Istenhez emeljük azt fel, aki gondoskodott rólunk ebben az évben is, aki megadta mindazt, amire szükségünk volt, aki igaz gazdaként felügyelt ránk, aki végig követte ezt az évet, aki a növekedést adta, függetlenül attól, hogy mi eleget tettünk-e azért, hogy növekedjünk. Arra kérünk, Istenünk, hogy a tanulságokból hadd tanuljunk, és hogy a bölcsességeket jegyezzük meg, amelyeket elsajátítottunk. Hogy ami megépült, az ne romoljon le, és ami elmaradt, az megépüljön jövőre. Kérünk, Istenünk, hogy a nyár folyamán és az elkövetkezendő esztendőben is légy velünk, légy a mi vezető urunk, légy a mi jó gazdánk. Így kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áhítatunk végén ismét énekeljünk. A 167. dicséretet keressük ki az énekeskönyvünkből, és énekeljük el mind a három versét. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Köszönjük lelki pásztor úrnak az áhítat szolgálatát. Ünnepségünk folytatásában kérem fogadják sok szeretettel Balog József, Most június van című versét Gyurákovics Anna 6. B osztályos tanuló előadásában. Balog József, most június van. Június lett és tanév vége. Szabadság, barátom, itt a nyár. Gondokkal, leckével félre.
örömünk kapuja tárva már. Nem kell felelni, izgalom sincs, és minden nap tovább alhatok. Enyém a tópart, s mekkora kincs, hogy ismét megint szabad vagyok. A bizonyítvány jó, tűrhető, majd jövőre mindent megteszek, mert a fejem lágya, ha benő, az apuék szerint bölcs leszek. Te ébresztő óra, légy nyugodt, tankönyvek, ti is pihenjetek. Iskola folyosók szótlanok, holnaptól várnak vizek, hegyek. Fürdök majd, fára is mászhatok. A sátorban álmodni jó kaland, s barátaimmal barangolok, vagy pecázok, aztán hív a strand. Most közel 3 hónapon át, legyen jó idő, ezt akarom, és úgy kerülöm az iskolát, hogy majd egy kicsit várjam nagyon. Június van, és tanév vége, s olyan szépeket álmodom. A táskával füzettel félre, ugye most így van jól, társaim? Felkérem Molnár Tíme, a igazgatónőt, tartsa meg tanévzáró beszédét. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket a 2018-19. Nevelési és tanév záró ünnepi Isten tiszteletén. Minden szeptemberben arra gondolunk, milyen hosszú lesz az előttünk álló 9,5 hónap, de így visszatekintve talán már csak egy röpke pillanat. Megint véget ért egy tanév, melynek talán nem is tulajdonítunk túl nagy jelentőséget. Pedig szükséges és fontos, hogy néha számadást tartsunk, és új tervekkel induljunk tovább. Tennivalókban bővelkedő, eredményekben, sikerekben gazdag, sok munkával, előfeszítéssel teli nevelési és tanévet zárunk. Tanítottunk és tanultunk, igyekeztünk munkánkat tudásunk és képességeink szerint a legjobban elvégezni. Ha erőt vett rajtunk a fáradtság, a csüggedtség, mindig talpra álltunk, hiszen minden nap bővelkedett új feladatokban, eseményekben és eredményekben, örömökben is. Hálásak vagyunk Istennek a gyermekekért, akiknek nevelését, tanítását feladatként kaptuk. Hálásak vagyunk, hogy együtt dolgozhattunk, együtt lehettünk óvodai, iskolai és azokon kívüli eseményeken, hogy hitben, lélekben, tudásban gyarapodhattunk, egymástól, egymásról példát véve tanulhattunk. Köszönjük a sikerekben és a nehézségekben is megtapasztalt mindennapi munkához szükséges, tőle kapott erőt, támogatást és bátorítást. Öröm látni, hogy a mai alkalmon is megtelt templomunk gyerekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, gyülekezeti tagokkal. Egy valaki azonban hiányzik közülünk. Hiányzik innen tőlem jobbra az a valaki, akinek az Úristen után mindazt köszönhetjük, amink van. Februárban nagyon nehezen tudtuk elképzelni, hogy milyen lesz az előttünk álló idő, milyenek lesznek mindennapjaink, ünnepeink, Isten tiszteleteink, Bellai Zoltán nagy tisztelet úr nélkül. Mennünk kellett tovább előre, vinnünk kellett együtt tovább az óvoda iskola ügyét. A tovább lépéshez, a tőle tanult optimizmusból, erőből, munkabírásból, hitbeli példamutatásból merítkezhettünk. És biztos vagyok abban, hogy ezekből fogunk táplálkozni még sokáig, legyen bármi terve velünk az Úristennek. Építkező, ahogy mások viccesen megjegyezték róla, állványimádó papként szerette a számokat, tudott is velük bánni. Következzenhet beszámoló a számok segítségével arról az intézményről, melyet Bellai Zoltán nagy tiszteletű úr neve fémjelez. 4 óvodai csoportunkból 105 kisgyermek kezdi meg nem sokára vakációját. Lélekben és testben láthatóan gyarapodva hagyják el az ovit egy kis időre. Bízom benne, hogy ez a folyamat a nyári szünetben is folytatódik, és egészségesen, vidáman látjuk viszont őket a hosszú szünet után. A tanévzár ünnepség után 19 tanulócsoportban 498 tanulónk, 244 fiú és 254 leány, alsó tagozatban 182, felső tagozaton 199, a gimnáziumi tagozaton 117 diák veheti kezébe tanévvégi bizonyítványát. Először kap iskolai bizonyítványt 52 fő kis első osztályos. Kedves elsősök! Nem volt könnyű dolog megszoknotok az iskolai rendet, az egymáshoz való alkalmazkodást, a tanítónénik szavát, a türelmet, kitartást igénylő tennivalókat. Vannak, akiknek mindez könnyebben ment.
Vannak, akik még a tanév végén is küzdöttek a feladattal, és gyarapították pedagógusaik őszhajszálait. Bízom benne, hogy a nyári szünetben kipihenitek magatokat, és nem felejtitek el, amit első osztályban megtanultatok. Először kap gimnáziumi tanévvégi értesítőt 29 fő 9. évfolyamos tanuló. Kedves diákok! Közületek sokakat már ismertünk, az újonnan jötteket pedig hamar megismertük. Tanév elején bizonyára célul tűztétek ki, hogy a lehető legjobbat hozzátok ki magatokból. Sokan ügyesen, jó eredménnyel zárják az évet, de vannak, akikben vannak még rejtett tartalékok. Egy kicsit még arra is biztatlak benneteket, hogy jövőre legyetek aktívabbak, számítunk rátok, ötleteitekre, segítségetekre, de leginkább részvételetekre a tanítási időn túli programokban is. 52 fő 8. osztályos diák kap utoljára általános iskolánkban bizonyítványt. Közülük szeptembertől 33-an gimnáziumban, 7-en szakgimnáziumban, 6-an szakiskolában tanulnak tovább. Örömmel várjuk vissza azt a 20 diákot, akik gimnazistaként nálunk folytatják majd tanulmányaikat. Csak ismételni tudom a ballagáson mondottakat. Bárhol, bármelyik intézményben lesztek 3 hónap múlva, ne felejtsétek el, honnan indultatok. 27 fő 12. osztályos tanulónk a holnap kezdődő szóbeli érettségi vizsgákra készül már, bizonyára gőzerővel. Írásbeli vizsgáik után jó reménységgel lehetünk, hogy sikerrel veszik az újabb akadályt. Gondoljunk rájuk imádságos szívvel. Tanulóink nagy többsége mind viselkedésben, mind tanulmányi munkájában jól teljesített az év során. Intézményükben sok jó magaviseletű, szorgalmas, igyekvő, jövőben gondolkodó diák tanul. Iskolánk magatartás átlaga 4,47, szorgalom átlaga 4,35% lett. Tanulóink 94%-a példás vagy jó magatartású, 91%-a példás vagy jó szorgalmú. Az iskola tanulmányi átlaga 4,33% lett. A magatartás és a tanulmányi átlag pár századdal, a szorgalom átlag 0,2-del lett jobb, mint a tavalyi tanévben, és mindhárom átlag magasabb, mint a megelőző években. A mindennapokban vannak olyan események, melyek esetleg nem ezt az eredményt tükrözik, összességében azonban a diákok jelentős részével valóban nincs alapvető magatartási és tanulási probléma. Az első évfolyamosok közül példamutató magatartásért, jó tanulmány eredményért 17 kisdiák, az évfolyam tanulóinak 32%-a kap majd szöveges értékelése mellé jutalomkönyvet. A többi évfolyamon 44 tanuló, a második, 12. évfolyamosok létszámának 10%-a kitűnő eredményt ért el, ők minden tantárgyból jeles osztályzatot kaptak. 102 diáknak legfeljebb 2 darab 4-es osztályzata van, további 59 diákunk ért el 4,5 vagy az feletti eredményt. Elégedettek lehetünk az ilyen értesítőkkel, de nem csak az ilyenekkel. Büszkék vagyunk minden diákunkra, aki szorgalmasan, következetesen, feladatára figyelve tanult és küzdött egész éven át. És még ha nem is 5-ös vagy 4-es osztályzatot sikerült elérni 1-es tantárgyakból, de tudjuk, a jegyekben benne van az erőfeszítés, az igyekezet, a fáradtság. Dicséretet érdemelnek azok a tanulók is, akik tanulási problémákkal küzdenek, és kitartó, szívos munkával érték el tanévvégi eredményeiket. Intézményünkben 13 sajátos nevelési igényű és 30 tanulási nehézséggel küzdő diák tanul. Köszönöm az őket támogató, segítő osztályfőnökök, szaktanárok, fejlesztő és gyógypedagógusok munkáját. Diákjaink között sokan vannak olyanok, akik egy vagy több tantárgyból szép teljesítményt nyújtottak, és ezekből tantárgyi dicséretet kapnak. A tantárgyi dicséretek száma összesen 754 darab. Alsó tagozaton 215, felső tagozaton 360, a gimnáziumban 127 tantárgyi dicséret született. A magatartáson, szorgalmon, tanulmányi eredményen kívül az aktív tanórán kívüli feladatvégzést, a közösségi munka, versenyeken való részvételek, az énekkari és más szakköri tevékenységek is dicséretet érdemelnek. Mindezek elismeréseként az év során 150 szaktanári, 423 osztályfőnöki és 5 igazgatói, összesen 578 dicséretet adtunk ki. Az igyekezetet szerettük volna megbecsülni akkor is, amikor úgy döntöttünk, hogy 88 tanulót, a tanulók mintegy 20%-át könyvel, 31 tanulót, 6%-ukat oklevéllel jutalmazunk. A legkiemelkedőbbek majd itt a templomba vehetik át könyveiket.
A ballagási ünnepségek keretében már átadásra kerültek a Loránd Viriak. E tanévben Kovács Eszter 12. évfolyamos és Bank Barnabás 8. évfolyamos diákok részesültek az elismerésben. A Matolcsi Sándor Alapítvány díját idén Tóth Roxana 12. évfolyamos tanuló vehette át. Az általános iskolások közül szeretném kiemelni Flaksa Gergő 8B osztályos diákot, aki hétbeli elkötelezettsége, példamutató magatartása, szorgalmas munkája, tanulmányi eredménye, versenyeken való szereplései miatt az adható legmagasabb szintű elismerésben általános nevelőtestületi dicséretben részesült. Itt és most szeretném átadni tanévvégi jutalmát annak a gimnazistának, aki fenti felsorolásnak ugyancsak eleget téve szintén kiérdemelte ezt a magas elismerést. Kiváló tanulmányi eredményért, szorgalmáért, a közösségért végzett odaadó munkájáért általános nevelőtestületi dicséretben részesült Horváth Szabina 11. évfolyamos tanuló. A tanulók által szerzett sok dicséret azt bizonyítja, hogy többségük elfogadja céljainkat, és azokkal azonosulva az egyéni és közösségi érdekeket és értékeket egyaránt szem előtt tartja. A diákok sokszor azt gondolják, hogy túl sokat és feleslegeset követelünk tőlük. Igen, vannak időszakok, amikor nehezebb megfelelni az elvárásoknak. De nem várjuk el mindenkitől a jeles eredményt. Azt viszont igen, hogy tanulmányi kötelezettségének mindenki képességét, tehetségét, talentumait felhasználva, azokat szorgalomban, kitartással összekötve tegyen eleget. És elvárjuk azt is, hogy közösségben élve mindenki tegyen meg minden tőle telhetőt azért, hogy az a közösség általa is épüljön, gazdagodjon, gyarapodjon. Ezért szervezünk tanításon kívüli programokat az osztályoknak, a tagozatoknak, egyben az egész iskolának, együtt óvodának, iskolának, ezért készülünk ünnepeinkre, istentiszteleteinkre. Éves programjaink ismertek, azokat megszerveztük, lebonyolítottuk. Hadd emeljek ki mégis párat a legjelentősebbek közül. Óvodásaink és iskolásaink szinte két heti rendszerességgel vettek részt közös programokon az év során. Lelki hétbeli megerősödésünk érdekében gimnazista ifis csoportunk közös énekléseket, imasétákat szervezett. 7. és 11. osztályos diákjaink felvidéken kirándultak a határtalan új program keretében, a Lévai Református Gimnázium tanulói pedig ezen a héten voltak a mi vendégeink. Idegen nyelv gyakorlása céljából olaszországi cserediákokat fogadtunk, gimnazistáink pedig ősszel utazhatnak a dél-európai országba. Körülbelül 200 diákunk énekelt a Nemzeti Összetartozás napja városi ünnepségén. Szereplésünkért Szita Károly polgármester úr levélben fejezte ki elismerését. Pályázati segítséggel budapesti kirándulást szerveztünk azoknak a diákoknak, akik viszonyulásukkal, tevékenységükkel megbecsülést szereztek intézményünknek. Gimnazista énekkarosaink nem sokára Erdélyországba látogathatnak. Jó kezekbe került, aktív diák önkormányzatunk az év során folyamatosan szervezte vagy segítette az iskolai programokat. Középiskolásaink több mint 40 partnerünknél végzik hasznos, értékteremtő közösségi szolgálatukat. Hosszan lehetne sorolni a folytatást. Mi itt a Kaposvári Református Iskolában az ilyen jellegű tevékenységeket nevelői munkánk fokmérőjének tartjuk. A sokszor mérhetetlen hozzáadott pedagógiai értéket egymáshoz való viszonyulásunk, hangnemünk, egymás iránti szeretetünk határozza meg. Akkor is, ha az intézmények külső megítélése általában a számokkal mérhető eredményeken alapul. Nem kell szégyenkeznünk ezek miatt sem. Vizsgákon, méréseken diákjaink példásan megállják helyüket. A 2018. évi országos kompetenciamérésen tanulóink matematikai szövegértés területen is minden viszonyítási csoportnál jobban teljesítettek. 12. osztályosaink 60%-a középfokú nyelvvizsgával hagyja el az iskolát, szorgalmasan követik őket a fiatalabbak is. Egyre több diákunk választ akár több tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát. Ebben a tanévben pár kollégámra kicsi több feladat hárult a szokásos éves tennivalókon túl. Előkészülve a következő években várható pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésekre, gőzerővel beindítottuk a pedagógus önértékeléseket.
Idén 10-en tettek eleget ennek a kötelezettségnek, de összességében sok kolléga közreműködött ebben a tevékenységben. Ugyanakkor szeretném bejelenteni, hogy vezetői és intézményi önértékelést is végeztünk, tekintettel arra, hogy április, illetve május hónapokban iskolánkban vezetői és intézményi tanfelügyeletre került sor. Az értékelés folyamatban van. Szeretném megköszönni kollégáimnak mind a pedagógusi, mind a vezetői és intézményi tanfelügyeleti folyamatokban való hónapokon át tartó részvételt, a szülői közösség képviselőinek pedig a segítő közreműködést a kérdőívek kitöltésében és az interjúk alkalmával. A tanfelügyelő kollégák elismeréssel szóltak az interjú megjelent szülők számáról. Ebből az egyetlen eseményből azt szűrték le, hogy önöknek is, kedves szülők, fontos ez az intézmény. Mi is igyekszünk sokat adni, de jó megtapasztalnunk, hogy önök is magukénak érzik az óvodát, iskolát. Sok mindenért köszönettel tartozunk önöknek. Köszönjük, hogy igazodnak az iskola rendjéhez, elfogadják szabályainkat. Hogy kérés esetén vagy anélkül segítséget nyújtanak a tanítóknak, tanároknak. Hogy versenyekre, szereplésekre, kirándulásokra kísérik a gyerekeket. Köszönjük adománygyűjtéseink támogatását. Köszönjük sokuknak, hogy egyik legfontosabb célunkat, a gyerekek hitbeli nevelését, hitük elmélyítését segítenek megvalósítani. Azzal, hogy elhozzák őket Isten tiszteleteinkre, hogy fontosnak tartják a keresztelkedést, református tanulóinknak a konfirmációi vizsgát és fogadalomtételt. Mint ahogy ez természetes volt idén, annál a 28 gyermeknél, akik idén konfirmációt tettek. És mindig bízunk abban, hogy amíg meg nem keresztelkedett gyerekek is nem sokára megtapasztalhatják az Úristen áldását, ezen a területen is. Néha persze elromlanak a dolgok, melyeket meg kellene javítani. Mai életünkhöz nem nagyon tartozik hozzá javítás, javítatás. Mit sugall a világ? Ha elromlott, dobd ki. Az iskola nem ilyen. Az iskolában benne van a megoldás, megvan a lehetőség, a hajlandóság a változtatásra, ha valami nem, vagy nem jól működik. Megoldást csak akkor tudunk találni, ha közösen gondolkodunk, ha kommunikálunk. Bízom benne, hogy a kommunikáció javulásához hozzájárult az idén bevezetett digitális napló is. A novemberi fogadóra szülői látogatottsága minden esetre ezt igazolja. Kérem önöket, a jövőben is használják ki ennek a kényelmes lehetőségnek az előnyeit. Köszönöm munkáját a szülői szervezet aktív tagjainak. Köszönjük az önálló rendezvényeket és a segítséget másokban. Idén kicsit kevesebbükre, kicsit több feladat hárult. Bízom abban, hogy a következő tanévben megtalálják azokat a szülőtársakat, akikre támaszkodni tudnak. Most szeretnék hozzátok szólni, kedves kollégák! Köszönöm egész éves munkátokat, kitartásotokat, sokatoknak a plusz feladatok vállalását, melyeket többen szinte erőn felültettetek. Pihenjetek sokat a nyáron, hogy újult erővel folytathassuk, amit egy kicsit most csak félbehagyunk. Bízom abban, a tanév során is éreztétek, hogy munkátokat elismerjük, megbecsüljük. Ugyanakkor jó érzés számunkra, ha intézményen kívülről érkezik az elismerés. Örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy munkája elismeréseként a Városi Pedagógus Napi ünnepségen közösségünkből polgármesteri dicsérő oklevelet vehetett át Markó Marcella óvodapedagógus és Nógrádiné Pulcs Lújza tanárnő. Gratulálok a kolléganőknek! Köszönöm munkáját intézményünk gazdasági, műszaki, konyhai, technikai, adminisztratív dolgozóinak. Mindig ott voltak mögöttünk, nélkülük ez a tanév sem jöhetett volna létre. És végül, de nem utolsó sorban, köszönjük a fenntartó egyházközségünknek, lelkészeinknek, főgondnok és gondokuraknak, hogy szívükön viselik óvodánk, iskolánk sorsát. Nekünk olyan fenntartónk van, aki folyamatosan figyelemmel kíséri az intézményben folyó munkát, aki a működés feltételeit folyamatosan biztosítja. Bízunk abban, hogy az Úristen kegyelméből ez a jövőben is így lesz. Kedves felnőttek, kedves gyerekek, már csak egy kis kitartás, és valóban elkezdődik a nyári szünet. Pihenjetek, utazzatok, nyaraljatok, örüljetek a családotoknak, de semmilyen körülmények között ne felejtsétek el, hogy melyik iskola diákjai vagytok. Ti a nyáron is tórántvisok lesztek. Arra kérlek benneteket, viselkedjetek és cselekedjetek mindig ehhez méltóan. Hadd lehessenek rátok büszkék szüleitek, és hadd lehessünk rátok büszkék mi magunk is.
A szabadság idejére jó pihenést kívánó gyermeknek, diáknak, minden munkatársamnak egyaránt. Köszönöm türelmes, megtisztelő figyelmüket. Kedves gyerekek, kedves felnőttek, több szempontból is különleges a mai ünnepségünk. Nem csak egy tanév ért véget, vannak kollégáink, akiknek életében jelentős változás történik ezekben a napokban. Elmondhatjuk, hogy tantestületünk összetételében változás az esetek 90%-ában akkor történik, ha valamilyen természetes élethelyzet áll elő. Ez általában a fiatal kolléganőknél a babavárás szokott lenni. De van egy másik élethelyzet is, az, amikor több évtizedes munka után valaki leteszi a tollat, papírt, könyvet, és jól megérdemelt pihenőíveit kezdi el tölteni. Ez a pillanat érkezett el két kolléganőnk életében. Szeretettel kérem az iskolánkat most elhagyó, nyugdíjba vonuló kollégáimat, Pata Istvánnét és Sárosini Horváth Zsuzsannát, legyenek szívesek idejönni az úrasztalához. Kedves Vera, kedves Zsuzsi, hadd köszöntselek benneteket egy ismeretlen költő által írt vers soraival. Az öreg kút csendesen adja vizét, így telik minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni, adni minden napon. Ilyen kúttá kellene lennem, csak adni teljes életemben. Csak adni? Terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom, frissen, vidámon, szabadon. Vera 26 évet, Zsuzsi 16 évet töltött a református iskolában. Ezek alatt az évek alatt ti továbbadtátok mindazt, ami a tiétek volt, amit ti kaptatok. Mi, tanítványok és kollégák, köszönjük, hogy kaptunk tudásotokból, életbölcsességeitekből, tapasztalataitokból, hogy tanulhattunk tőletek. Azt kívánom nektek, hogy bár eddigi formájában megszűnik tanári munkátok, maradjatok mindig azok, akik vagytok, tanítók, nevelők, pedagógusok. Adjátok még nagyon-nagyon sokáig tovább a kút vizét, vidáman, frissen és szabadon. Kívánok jó egészséget, boldog és aktív nyugdíjas éveket. Látogassatok meg néha minket, de ne lepődjetek meg, ha esetleg helyettesítést szervezünk nektek. Kérlek benneteket, szeretetünk jeléül fogadjátok el közösségünktől ezt a kis ajándékot. Kedves gyülekezet! Ünnepségünk folytatásában tanévvégi jutalmak átadása következik. A tanév során végzett kitartó, céltudatos, szorgalmas tanulás, közösségi tevékenység, jó magaviselet elismeréseként a nevelőtestület számos dicséretről, jutalomról döntött. Az iskola közössége előtt veheti át könyvjutalmát 60 tanuló. Felkérem Kocsi Zsuzsanna igazgatóhelyettest, hogy az alsó tagozatos diákoknak adja át a könyveket. Példamutató magatartásukért, szorgalmukért, kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájukért, versenyeken való eredményes szereplésükért a következő tanulók részesülnek könyvjutalomban. Első A osztályból Fábos Nóra, Horváth Gréta, Kéri Emma, Szép Zoé. Első B osztályból Bellai Karolina, Fehér Anna Róza, Fehér Márton Ferenc, Herman Gergő, Pintér Bennett,
Térsik Zalán. Második A osztályból Miseta Dalma, Porga Gerda Zsazsa, Szabó Elizabeth Nóra, Tóth Anilla Netti. Második B osztályból Gróf Boglárka, Komor Lugosi Dániel, Kristóf Borbála Kincső. Harmadik A osztályból Csernák Mirjam, Dénes Enikő, Gadányi Ruben. Harmadik B osztályból Dusnoki Anna, Gergely Eszter, Iber Paker Sára. Negyedik A osztályból Berkes Hunor, Kis Zsófia Dorka, Szép Zóra. Negyedik B osztályból Fehér Liliana, Horváth Gábor, Rauf Máté Gábor, Zóka Ádám Tamás. A felső tagozatosok jutalmának átadására dr. Farkasné Pap Ágnes igazgatóhelyettest kérem fel. Példamutató magatartásáért és szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért és tanulmányi versenyeken való részvételéért Balla Barnabás Gábor 5. A osztályos tanuló kap jutalomkönyvet. Szintén példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kiemelkedő tanulmányi eredményéért Bartos Boglárka 5. A osztályos tanuló. Példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kiemelkedő tanulmányi eredményéért és tanulmányi versenyeken való részvételéért Gede Petra 5. A osztályos tanuló. Példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kiemelkedő tanulmányi eredményéért, az osztályközösségért végzett munkájáért Nichter Sára 5. A osztályos tanuló. Kiváló tanulmányi eredményéért, szorgalmáért Homonnai Péter 5. B osztályos tanuló. Kiváló tanulmányi eredményéért, szorgalmáért Müller Vivien 5. B osztályos tanuló. Kimagasló tanulmányi eredményéért Keszkenős Attila 6. A osztályos tanuló. Kitűnő tanulmányi eredményéért, kimagasló sport teljesítményeiért Skobrák István 6. A osztályos tanuló. Kimagasló tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért Illés Eszter 6. A osztályos tanuló. Példamutató szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért és tanulmányi versenyeken való részvételéért Bank Benedek 6. B osztályos tanuló.
példamutató szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért, tanulmányi versenyeken való részvételéért és az osztályközösségért végzett munkájáért Bellai András 6. B. osztályos tanuló. Példamutató szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért és tanulmányi versenyeken való részvételéért Bellai Gergő 6. B. osztályos tanuló. Példamutató szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért és tanulmányi versenyeken való részvételéért Vajda Soma 6. B. osztályos tanuló. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért Cseh Kornélia 7. A. osztályos tanuló. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért Gede Márton 7. A. osztályos tanuló. Kitűnő tanulmányi eredményéért Kammerloher Vivien 7. A. osztályos tanuló. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért Kristóf Karolina Éva 7. A. osztályos tanuló. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért Tapazdi Éva Viola 7. A. osztályos tanuló. Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő eredményeiért Fehér Koppány 7. B. osztályos tanuló. Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közösségi munkájáért Kovács Luca 7. B. osztályos tanuló. Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, tanulmányi versenyen elért kiemelkedő szerepléséért Magyar Csik Dávid 7. B. osztályos tanuló. A 8. évfolyamos tanulóink a pénteki ballagási ünnepségen már átvették tanévvégi jutalmaikat. Gimnazista diákjaink jutalmainak átadására szeretném felkérni Molnár Tímea igazgatónőt. Szavaló versenyeken való eredményes szereplésért Békefi Benjamin 9. osztályos tanuló. Kitűnő tanulmányi eredményéért Csontos Mihály 9. osztályos tanuló. Jeles tanulmányi eredményéért Szabó Regina 9. osztályos tanuló. Példamutató magatartásáért és szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért és tanulmányi versenyeken való részvételéért Jakabfi Gréta 10. osztályos tanuló. Példamutató magatartásáért és szorgalmáért, kiemelkedő közösségi munkájáért, kiemelkedő tanulmányi eredményéért és tanulmányi versenyeken való részvételéért Kovács Virág 10. osztályos tanuló. Példamutató magatartásáért és szorgalmáért, jeles tanulmányi eredményéért és tanulmányi versenyeken való részvételéért Vörös Gergő 10. osztályos tanuló.
kitűnő tanulmányi eredményéért és szorgalmáért Szabó Levente Marcell 11. osztályos tanuló. Tanulmányi eredményéért és a közösségért végzett munkájáért Szabó Tamás 11. osztályos tanuló. Már hagyomány, hogy a tanévzáró istentiszteleten elismerésben részesítjük azokat a tanulókat, akik a tanév során lelkiismeretesen, példamutató rendszerességgel vettek részt a kaposvári gyülekezet családi és ünnepi istentiszteletein. Felkérem Kocsi Zsuzsanna igazgatóhelyettest, adja át a jutalmakat a tanulóknak. Első A osztályból Farkas Dániel, Kovács Ákos, Gadányi Noel. Első B osztályból Büki Zalán, Torma Bálint. Második A osztályból Glac Máté. Második B osztályból Tóth Lukács, Bognár Dorottya, Kristóf Borbála, Bálint Fanni. Harmadik A osztályból Lukkala Márk, Gadányi Ruben, Csáki Johanna, Balla Lújza. Harmadik B osztályból Bálint Péter, Horváth Panna, Székely Blanka. Negyedik A osztályból Kis Zsófia, Zentai Botond, Kocsis Benedek, Péntek Dániel, Tóth Ábel, Tobak Hanna, Farkas Nóra. Negyedik B osztályból Pozsár Bálint, Horváth Gábor. Ötödik A osztályból Fejér Rebeka, Bognár Gergő, Bán Zsombor, Csontos Eszter. Ötödik B osztályból Pap Áron, Szabó Patrik, Tóth Bulcsú, Homonnai Péter. Hatodik A osztályból Skobrák István, Szabó Csongor, Bogdán Eszter, Nagy Liliana, Törő Boglárka, Ernst Flóra, Illés Eszter, Kis Csenge, Keszkenős Attila, Székely Adél. Hatodik B osztályból Csirisznyák Anna, Csirisznyák Zsófi, Zentai Áron, Bellai Gergő, Bellai András, Bellai Zente, Őri Nóra, Somogyvári Kincső, Csajági Barnabás, Nemes Rita, Teleki Hanna, Vajda Soma, Bank Benedek. Hetedik A osztályból Tapazdi Éva, Simon Johanna. Hetedik B osztályból Vince Martina, Székely Olivér, Lutor Barna, Kis Botond, Pupák Adél. Nyolcadik A osztályból Rudolf Julianna, Schindler Viktória, Bigai Boglárka, Bogdán Natália, Törő Virág, Fehér Johanna, Dusnoki Emese, Péter Fai Luca. Nyolcadik B osztályból Pap Gerda, Novák Rebeka, Galambos Dorina, Csontos Imre, Bank Barnabás, Somogyvári Fanni, Flaksa Gergő, Cser Krisztián, Stokker Lara, Soltész Petra, Felházi Boglárka, Volarics Vadvirág, Márfi Kristóf, Horváth Merse, Katus Kornélia. 9. osztályból Csontos Mihály, Lokkala Brian, Borzási Ágnes. 10. osztályból Jakabfi Gréta, Tóth Evelin. 11. osztályból Ács Levente, Horváth Szabina, Szuttai Ágnes. 12. osztályból Szendrei Kamilla, Tóth Roxana. Ja, igen. Külön jutalomban részesül az iskola legszorgalmasabb templomba járó kisdiákja,
aki minden családi és ünnepi alkalmon ott volt, és azokon túl még további vasárnapokon is részt vett az istentiszteleten templomunkban. Összesen 17 alkalommal. Példamutatását megköszönve szólítom Tobak Hanna, 4. A-osztályos tanulót. Az itt elismerésben részesített 97 tanulón kívül további 125 diák az osztályteremben veheti majd át jutalmát, ők a tanév során minden családi Isten tiszteleten részt vettek. Most pedig szeretettel felkérem a szülői munkaközösség tagját, dr. Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriellát a Mélius díjak átadására. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az idei tanévzáró ünnepség minden kedves résztvevőjét. Az én tisztem, hogy átadjam a szülői munkaközösség díját, a Mélius díjat. A díj névadója Mélius Juhász Péter, református püspök, egyháztudós, író-botanikus, kinek a reformáció 500. évfordulójára emelt szobra iskolán bejáratánál áll. Minden évben és tagozatonként olyan kiváló tanulók és pedagógusok, tehát tanítók és tanárok kapják ezt a díjat, akik tevékenységük és emberi tartásuk alapján példaként állíthatók közösségünk elé. Elismerésüket a díj átnyújtásakor fogom ismertetni. Kérem, hogy a díjazottak nevük elhangzása után fáradjanak az oklevél és a szülői munkaközösség ajándékának átvételére. Az első díjazott az alsó tagozaton Szép Zóra Csenge, 4. A-osztályos tanuló. Mindegyik évfolyamot kitűnő eredménnyel és dicsérettel végezte, tisztelettudó, társaival barátságos, rendkívül segítőkész, közösségben aktív, egyházi életben rendszeresen részt vesz. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen hajtja végre, munkájában pontos és megbízható. 4 év alatt számos versenyen vett részt, anyanyelvi versenyeken, egyéniben és csapatban is. A Talentum anyanyelvi versenyen társaival első helyezést ért el. Ezen kívül Látványsportfesztiválon társaival együtt ezüst minősítést szerzett. De a sportban is szép teljesítmény nyújtott, kölyök atlétika versenyeken és baranta bemutatókon mindig számíthatnak rá. A felső tagozaton a díjat Flaksa Gergő, 8. B-osztályos tanuló veheti át. Gergő érdemeit igazgatóasszony már ismertette, én nem kívánom őt ismételni, hanem a hosszú jellemzésből egy egyéni jellemvonását emeltem ki, mégpedig a sokoldalúságot. Ugyanis ezt azt mutatja, hogy mind német nyelvi, mind történelmi, mind irodalmi, valamint általános műveltséget igénylő versenyeken is eredményesen szerepelt. A gimnáziumi tagozaton Riedel Dániel, 11. osztályos tanuló kapja a díjat. Dánielt az osztályfőnöke másfél oldalon jellemezte. Én nem untatnám a közönséget ezzel, elhisszük, hogy
kiváló személyiségről van szó. Én szintén egy egyéni jellemvonást emeltem ki az ő jellemzéséből is, mégpedig azt, hogy kiváló csapatjátékos, ugyanis kisebb és nagyobb versenyeken a közösség tagjai mindig számíthatnak rá, és munkájára kiegyensúlyozott, nyugodt egyéniségére mindig számíthatnak. És következzen a pedagógusok díjazása. Alsó tagozaton Barta Nikolett és Vanyurné Ferk Ildikó tanárnők kapják a díjat. Barta Nikolett pedagógusnak kiemelkedő szakmai tevékenységért, közösségi munkájáért. Vanyurné Ferk Ildikó pedagógusnak kiemelkedő szakmai tevékenységért, közösségi munkájáért. A felsős és a gimnáziumi tanárok közül pedig az idén pedig Sáfrány Kálni Beatrix tanárnő kapja a díjat. Sáfrány Kálni Beatrix tanárnőnek, pedagógusnak kiemelkedő szakmai tevékenységért és közösség munkájáért. Köszönöm, hogy meghallgattak, és nagyon szép, tartalmas nyári szünetet kívánok! Szeretettel gratulálunk az elismerésben részesült pedagógusoknak, diákoknak. Mind az ő, mind nyugdíjba vonuló kollégáink életére kérjük Isten áldását a 134. Zsoltár 3. verszakának eléneklésével. Lukás István, tanévzáró. Félre, Irka, sútba, táska, vidám szemünk ne is lássa, vigyük gyorsan a padlásra, őszig legyen ott lakása. Elő, sárkány, elő, labda, szállj az égnél magasabbra. Gyere, állj be a csapatba, estig ne is hagyjuk abba. Vár a víz és vár a partja, vár a nyári rét a tarka. Szívünk boldog, bőrünk barna, ki erre fut, ki meg arra. Félre, Irka, félre, táska, vidám szemünk ne is lássa, vigyük gyorsan a padlásra, őszig legyen ott lakása. Nyár, nyár, rögtelepke szállirágra zünkre.
Kedves gyülekezet! Most átadom a szót dr. Tapasdi Tamás gondnok úrnak, aki egy bejelentést szeretne tenni. Köszönöm szépen, csak egy rövid időre venném igénybe a figyelmüket. Bizonyára hallottak róla, hogy jövő héten a vasárnapi istentisztelet során istentiszteletünkre vendég lelkipásztort hívunk a presbitérium teljes támogatásával prédikálni. Dr. Petró László nagytiszteleti úr egy lehetséges jelölt, Bellai Zoltán nagytiszteleti úr hálálával megüresedett lelkipásztori hely betöltésére. A jövő hét végén a presbitériumnak és a gyülekezetnek alkalma nyílik arra, hogy benyomást szerezzen a nagytiszteleti úrról és várhatóan jelenlevő feleségéről, aki hitoktató végzettségű. Kérek ezért minden gyülekezeti tagot, hogy jöjjön el meghallgatni a prédikációt, és hívja el erre ismerőseit is, akit esetleg ezt a hirdetést nem hallották. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen gondnok úrnak a tájékoztatást, szeretettel várjuk a felnőtteket, gyerekeket egyaránt a június 23-ai 10 órakor kezdődő istentiszteletre, erre a gyülekezetünk számára olyan fontos eseményre. Kedves jelenlévők, a tanév végén mindnyájan egyaránt vártuk az utolsó kicsengetést. Pedagógusok, diákok egyaránt szabadságra megyünk. Azt kívánom mindnyájunknak, hogy iskolától, iskolából távol töltött időben is, gondolatainkban, tetteinkben egyaránt tudjunk Isten igényére figyelni. Szűnjél meg hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra viszen, hogy a bölcsességnek igényétől elszakadj. Még egyszer jó pihenést, élményekben gazdag nyarat kívánok mindenkinek. Ezzel a Kaposvári Református Iskolában intézményünk 27. tanévét, a 2018-19. tanévet bezárom. Most pedig Isten tiszteletünk végén először énekeljük el közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és legvégül vegyük Isten áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békessége.